Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig egy különleges videó lesz ma, ugyanis véget ért a Rex to Riches nevű sorozatomnak a második évada, befejeztük az utolsó részt nem olyan régen, és abban ígértem nektek, hogy levetítem a screenshotokat, amiket eddig készítettem a játékban, hogy ti is tudjatok egy kicsit nosztalgiázni erről a sorozatról, illetve azok, akik nem nézték végig a sorozatot, csak egy pár részt láttak belőle, azoknak is legyen egy kis fogalma arról, hogy mik is történtek, és imádom ezeket a screenshotokat, és így utólag mindig annyira örülök, hogy olyan sok screenshotot csináltam, mert olyan jó végignézni. Sajnos ebből a sorozatból az elejéről nincsenek screenshotaim, pedig azok a legizgalmasabb részek, amikor hajléktalanként kezdjük a játékot, ugyanis annak idején tárhely problémák miatt le kellett törölnöm őket, de azért a második feléről van bőven screenshot, amit meg tudunk nézni. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan éltem Maja az életét még ezek előtt, akkor nézzétek meg azt az egy pár kezdő részt, amiről lemaradtunk. De imádtam a kisállatunkat, Gyúkot, a kisfiunkat, a partnereinket, meg alapból Maját, és annyira jól reprezentálja ez a kis képsorozat azt, hogy Maja milyen gyors ütemben és milyen szépen fejlődött a sorozat alatt. Remélem, hogy Jesse, a kisfia, ezt felül tudja majd múlni a következő sorozatban. Ó, és itt volt Pecsi is. Pecsi nagyon hiányzott, a végén elfelejtettem elvinni őt az új házba. Volt dráma is bőven, és leginkább karrierista módon a virágkötéssel foglalkoztunk, szóval ez nem volt annyira sztori sorozat, de azért így is voltak egy kis sztori, vagy hát volt egy pár kis sztori elem benne, ahogy játszottunk. Viszont nem is akarok túl sok szót pazarolni ebben a videóban, mert szerintem eltereli a hangom a figyelmet arról, ami a lényeg, ami pedig Maja és a screenshotok, úgyhogy itt elköszönök tőletek, és hagyom, hogy ti is nosztalgiázzatok egyet egyedül, mint ahogy én tettem, mielőtt összeállítottam ezt a videót, szóval köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az évadban, tartsatok velem a következőben is, de addig is legyetek jók, sziasztok!